Nem akármilyen úszók, tornászok és kajakkenusok gyűltek össze a Városházán. A győri sportolók ismét bizonyították tehetségüket, és elképesztő sikereket értek el a nyári világversenyeken. Az eredményes élsportolóknak Radnóti Ákos sportért felelős alpolgármester nyújtotta át a város elismerését. Kimagasló eredmények születtek világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, de országos bajnokságokon is. Örülök, hogy remekül teljesítettek a győri sportolók, úgyhogy őket értékeltük most, egyrészt oklevelet adtunk át, másrészt pedig ugye bizonyos sportágak esetében az önkormányzat juttatást ad a megfelelő eredményekhez, és emellett kiemelt támogatást is adunk, hiszen az itt lévő egyesületek, akik itt voltak, a győri atlétikai klub, a győri vízisport egyesület, illetve a győri úszósport egyesület legjobbjai jártak itt. Itt nagyon örülök annak is, hogy pont múlt héten a fiatal korosztályt tudtuk köszönteni, szintén ezekből a klubokból, úgyhogy azt gondolom, hogy a jövő is biztató. Elmondtam azt is, hogy nyilvánvaló a sport küzdelemről szól folyamatosan, ez nálunk is így van az önkormányzat esetében, hiszen nem a legegyszerűbb időket éljük. Eddig Covid időszak volt, most háborús időszak van, energiaválság van, ami begyűrőzik az élet minden területére, tehát nem egyszerű nekünk sem, és a sport sem erre fel kell készülni. Az olimpia után ebben az évben tovább tudta fokozni a tempót Kopasz Bálint, a világklasszis kajakos ismét letarolta a világot. Azt hittem, hogy könnyebb lesz ez az év, és úgy is terveztem az olimpia után, de nem mondható ez egy könnyű évnek, hiszen múlt évben az olimpia után volt még egy világbajnokság, és azután én 2 hetet pihentem mindösszesen a 3 hónap tervezett pihenőhelyet, és azóta nagyon keményen dolgoztam, egészen mostanáig így a Európa-bajnokságig, hiszen azzal fejeződött be az évem, de megérte keményen dolgozni, hiszen fantasztikusan alakult ez az év. Én nem is gondoltam volna, hogy 4 aranyérmet tudok majd szerezni, és ez mindet olimpiai számban. Úgyhogy élsportolóként továbbra is csak azt tudom mondani a fiatal sportolóknak is, és magamnak is továbbra is, hogy megéri dolgozni keményen, hiszen akkor bejöhet a jó eredmény, amit szeretnénk elérni. Úgyhogy jövőre is csak ezt egy hasonló évet várnék magamtól, hiszen Európa-bajnokság lesz és világbajnokság lesz jövőre is. Igaz, kvalifikációs év lesz, nagyon keményen kell készülni rá, hogy nagyon jó helyezésre tudjam magamat az olimpiára kvalifikálni. Ez a cél. A sportolók mellett az edzőket, szakvezetőket is jutalmazták. Azt kell, hogy mondjam, hogy az olimpia utáni évben azért általában mindenhol visszaesírnek a teljesítmények. Nálunk ez szerencsére nem így volt, mert ebben az évben is minden egyes világversenyen, legyen az felnőtt vagy ifjúsági, gyorsasági vagy maratoni volt győri versenyző, és hát a legtöbb versenyről érmekkel és aranyérmekkel tértek haza versenyzőink. Ezzel aztán bebizonyítottuk, hogy továbbra is véleményem szerint megmaradtunk a legeredményesebb megyei sportágnak a kajakkenuval. Weiss Robert azt is elmondta, hogy a hosszú távú sikernek az utánpótlás nevelés a kulcsa, hiszen az egyesület vízitelepén több mint 300 fiatal edz naponta.